Szabó Krisztina énekművész és férje, dr. Istók László fogorvos voltak a vendégei a 60-i portréknak. Szabó Krisztina elmesélte, hogy már egészen kiskorától énekel, édesanyja figyelt rá fel, milyen muzikális a kislánya. Tanult külföldön és Magyarországon is. Elmondása szerint nagyon sokat köszönhet a tanárainak. Ő maga is az ő példájukat követve lett pedagógus, hogy felfedezhesse az igazi tehetségeket és egyengedhesse az útjukat. Minden diákjának nyomon követi az életútját. A tanítványaitól kapott egy képet, amely egy violinkulcsot ábrázol, amit a diákjai nevei tesznek ki. Ezt a névsort felolvasva Szabó Krisztina pontosan fel tudja sorolni, ki mit tanul most. Kis Barbara, Tőzsér Lilla, szintén ő biomérnök már, Burján Viktor, aki Mezei Rita zongorista kolléganőmnek a tanítványa volt, viszont nagyon sokat segített az énekeseknek, és ő műegyetemista ma már, Erdélyi Martin, aki a Corvinusra jár, Zahán szintén Nemzetvédelmi Egyetemre, Schmid Lilla Réka, Káli Patricia, akivel népdalversenyeket nyertünk, országos népdalversenyeket. Dr. Istók László nem csak a felesége révén kapcsolódik a művészetekhez, ő maga nem csak a fogorvosi szakmában, a festészetben is kiemelkedőt nyújtott. Egyik alkotása még a Szép Művészeti Múzeum falát is díszítette. Hiába a tehetsége végül a fogorvosi pálya mellett döntött, de nem bánta meg. Véleménye szerint munkája során az empátia a legfontosabb. Elmondta, ha teheti, inkább megment egy fogat, semmint, hogy azonnal kihúzza azt. Kihúzni az se egyszerű mindig, de a bonyolultabb megmenteni, és az, hogy mindenfajta szakmai tudást és technikai feltételt ki kell használni, ami a mai világban adott erre, és nagyon sok újfajta eszközök vannak. És az ember mindig azért jár. Tehát mi olyanok vagyunk, orvosok, hogy mi sose ülhetünk a babérig, azt mondjuk, már mindent tudunk. Nem. Mi állandóan megyünk tovább, és tanulunk. A házaspár 60-i portrékbeli beszélgetését Szabó Krisztina barátainak és tanítványainak műsora színesítette.